most nézze. Ezen egy ép levél nincs. Na most mire képes a kukorica, hogy heveri ezt ki? A virág még nem jött ki. A jégeső okozta károkat mutatta ez a medinai gazda még júliusban. A rosszkor jött fagyott csapadék megtépázta a kukoricát, kiukasztotta a dinnyéket és sérüléseket okozott a napraforgón is. Fölford benne már, megvan budjamba. 2021-ben jelentős veszteséget okozott a jég, illetve az aszálya gazdálkodóknak. Az idén bekövetkezett mezőgazdasági károk után november 30-áig igényelhetnek enyhítő juttatást azok, akik az esetről bejelentést is tettek. A elnyertési alap azt szolgálja, hogy azokat a károkat, amit megszenvedtek a gazdák, valamilyen szintén realizálják, illetve 80%-ban maximálisan tudják kompenzálni. 80%-os kompenzáció annyit jelent, hogy azon gazdálkodók, akik rendelkeznek üzleti biztosítással, ők jogosultak a 80%-os kárnyítési juttatásra. Azok a gazdák, akik utóbbival nem rendelkeznek, ők a 80% felére jogosultak. Botos Ferenc elmondta, hogy a kárenyhítő juttatás iránti igényeket a Magyar Állam Kincstár online felületén kell benyújtani. Itt szeretném felhívni a gazdáknak a figyelmét arra, hogy az idejében már tudnak kötni biztosításokat, alapbiztosításokat az üzleti biztosítóknál, illetve a jövő év tavaszán is meg tudják ezt tenni. Azért hívom fel a figyelmüket erre, mert igen szélsőséges időjárások vannak az elmúlt pár évben, és hogyha erre pénzügyre nem készülünk fel, és nem kezdünk el pénzügyileg tervezni ezzel kapcsolatosan, akkor ezek a károk egyre jelentősebbek lehetnek. A kártérítést legkésőbb 2022. március végéig kapják meg a gazdák.